Nem akarok beleszólni a főpolgármester úr munkájába, de a legrendezettebb, a legmagasabb életszínvonalat nyújtó, szép, kényelmes életünk kellene, hogy legyen Budapesten a számok alapján, amit az a város teljesít a gazdaságban. De nem ez van, mert a pénz úgy, mint 2010 előtt az ország kasszájából, most a főváros kasszájából szétfolyik. Én azt remélem, hogy olyan főpolgármestert választanak majd a magyarok, aki ennek gátat vet. Ki kell tenni a gyurcsányféle embereket a városvezetés mögötti világból. Ha ez nem történik meg, akkor elfolyik, elvész Budapest minden erőforrása, és bekövetkezik a csőd, amelyhez nagyon közel van már a város.